Már a földmunkákat végzik a kivitelezők a harmatos völgyben, elkezdődött ugyanis Maroshegy új bölcsödéjének építése. Négy csoport szobát alakítanak majd ki, így 56 férőhelyes lesz az intézmény. A beruházás 900 millió forintba kerül. Gyakorlatilag új lakónegyedek nőttek ki a földből nagyon sok családdal, nagyon sok kisgyermekes családdal. Nekik ez biztos egy könnyebbség és lehetőség, hogy nem kell autóba ülni és elvinni messze a gyermeket, hanem csak át kell hozni, ráadásul egy vadonatúj korszerű épületbe. Így fest majd a város új bölcsödéje. A terület önkormányzati képviselője hangsúlyozza, a tervezés során kiemelten figyeltek az épület funkciójára, így tele lesz kreatív megoldásokkal, játékos elemekkel az intézmény. Nagyon kedves a szívemnek az intézmény alapításon túl, hogy építészetileg azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, nagyon játékos és igazán kisgyermekekhez méltó épületegyüttes az, amit itt majd láthatunk, és amit a kicsik majd otthonukba fogadhatnak. A terület országgyűlési képviselője a kormány családtámogatási rendszeréről beszélt a fejlesztés kapcsán. Mint Törő Gábor fogalmazott, a bölcsöde lehetőséget biztosít arra, hogy a cseden lévők visszaálljanak a munkába és szinte megduplázzák jövedelmüket. Nagyon sok munkahely van, elég sok munkahely van, ami nincs betöltve, így aki a család jövedelmét meg szeretné duplázni akár, akkor el tudja helyezni a gyermekét a bölcsödébe, és ezáltal a gyesgyedet tovább folyósítja neki az magyar állam, a magyar kormány, és mellette jön a kereset is. Ezzel közel megduplázza a saját jövedelmét. Maroshegyen azon belül harmatos völgyben egyre többen élnek, jelenleg is folyamatosak az építkezések, így a városvezetők egyetértenek abban, nagy szükség van a bölcsödére. Sokan megkeresték a terület önkormányzati képviselőjét azért, mert szeretnének az intézményben dolgozni, de Breyer Éva azt mondja, ennek még nincs itt az ideje. A tervek szerint 2022 év végére készül el a bölcsöde, utána meg kell alapítani az intézményt, majd a közgyűlés pályázat útján kiválasztja annak vezetőjét, és az igazgató választja majd ki a leendő munkatársait.